Üdvözöljük közösen a királyt! Éljen a király! Így üdvözölték Magyarország királyát a róla elnevezett iskola udvarán. A második Gézát alakító Kis Máté elárult a stábunknak, mióta készül felülni a jelképes trónra. Igazából én már 7. óta készültem erre, mióta idejöttem a gimnáziumba, és amikor erre került a sor, hát kampányoltam is egy kicsit, és nem is volt annyi induló, mint ahogy én azt terveztem. Tehát most, hogyha ezt így mondhatom, nagy képűség nélkül nem volt olyan nehéz dolgom. És akkor nyertem 40 szavazat fölénnyel, ami jól esett, én ezt nagyon vártam. Örülök, hogy visszajöhettünk, és nagyon féltem, hogy most ez a választás a mi életünkből ki fog maradni, mert számomra ez fontos volt, mert nővérem is királynő volt, és akkor én is akartam, hogy megválasztanak, tehát örülök, hogy vissza tudtunk jönni erre az utolsó egy hónapra. Hát izgulok, remeg a kezem, a lábaim, pedig nem vagyok egy izgulós típus, de mindezek mellett még boldog is vagyok. Az elmúlt héten folytatott kampánymunka Sorot Kingának is meghozta a várt eredményt. Őt választották diáktársai Eufrozina királynénak. 5 voltunk királyné jelöltek, ez elég extra, mert minden évben általában 2-3 jelölt szokott lenni, úgyhogy nagyon szoros volt a verseny szerintem. Egész héten nem tudtuk eldönteni, hogy ki fog nyertesként kijönni. Amikor novemberben meghirdették az online oktatást, akkor kétségbe estem egy kicsit, mert 11-esként szerintem ez sok ember életében nagyon fontos esemény a mai nap, és majd szeptemberben a koronázás is, és én féltem, hogy ez a mi életünkből ki fog maradni, de hála Istennek nem így történt, úgyhogy nagyon örülök. Nagyon boldog vagyok, hogy ma én húzhattam fel ezt a ruhát, és remélem, hogy nagyon jól fog sikerülni, meg hogy a diákok is fogják élvezni. A bátaszéki gimnáziumban már több évtizedes hagyomány, hogy a 11-esek közül Géza királyt és Eufrozina királynét választanak. Sümegi József igazgató úgy fogalmazott, nem akarták, hogy idén kimaradjanak a diákok ebből az élményből. Mi Géza naphoz, névnaphoz kötődően február végén szoktuk tartani a király beiktatását, amikor az uralkodó elmondja a trónbeszédét és elfoglalja, vagy átveszi az előző évi királytól az uralkodást. Erre most nem volt lehetőség, amiatt sem, hogy ugye online-ban voltunk, a gyerekek nem voltak itt, viszont ezt az élményt a gyerekektől nem szerettük volna elvenni, ezért most, amikor visszajöttünk, akkor elkezdődött a kampányhét, több királyné jelölt is volt, királyok közül is volt 2, és hát így választották meg a gyerekek az idei királyi párt. A beiktatás keretében a király beszédet intézett a néphez. Már ez is több évtizedes hagyomány, hogy a király elmondja maga trónbeszédét, ítéleteket hoz, rendeleteket léptet életbe. És köteles a voltaképpen szó gyakoriságát beszédjében csökkenteni, valamint más szavakkal helyettesíteni. Ezért mi királyi készleteinkből egy akadémiai kiadású szinoníma szótárat adományozunk neki. És hogy mit vár Máté a királyi léttől? Még én magam sem tudom. Egy közös képet az igazgatóval, azt nagyon szeretnék. Különben meg izgulok, mert beszédet is kell mondjak, és gondjaim vannak a hangos olvasással, tehát nekem ez eddig csak stresszt okozott, de nem baj, mert megéri. A feladatok azonban itt nem értek véget. Ilyenkor az új pedagógusok, akik az idén kezdtek nálunk, ugye ők esküt tesznek a királyi pár előtt, ez is most hamarosan megtörténik, és ilyen még nálunk nem volt, hogy egyszerre 5 új pedagógus lett volna, tehát most 5 pedagógus fog esküt tenni, őket a király lovaggá avatja, illetve a királyné pedig a kitüntetésével, tehát az arcképükkel díszített kitüntetéssel fogadja be őket tulajdonképpen ebbe a közösségbe. Védlen diákok kiküldése. Védlen diákok kiküldése. Gyakori feleltetés. Gyakori feleltetés. Puskák és egyéb lőszerek elkobzása. Puskák és egyéb lőszerek elkobzása. Nem zaklatom és nem üldözöm. Nem zaklatom és nem üldözöm. És mindig és mindenkor hű alattvaló kívánok lenni. És mindig és mindenkor hű alattvaló kívánok lenni. A fogadalom után a tanárok térdet is hajtottak a király előtt.
A királyné pedig megjutalmazza mindazokat, van egy kis emlékére, megjutalmazza azokat a diákokat, akik ebben az évben szép eredményeket értek el. Hát sajnos versenyek az idén nem voltak, viszont nagyon sok nyelvvizsga eredményünk van, őket fogjuk majd felsorolni zömében, és ők kapnak ilyen elismerést, amelyiken a királynak és a királynének az arcképe is rajta van. És hogy ezen kívül még mi a királyné dolga? Ülni a király mellett is, szépen mosolyogni.